Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm ima nyolcadunk harmadik estéjén megjelenteket. Imádkozzunk ma este is együtt és közösen, Urunk Jézus szándéka szerint, hogy a benne hívők mind egy legyenek. Isten tiszteletünk kezdetén a 463-3-as számú énekünk mind a négy versét énekeljük. Thank you.
Imádkozzunk! Mindenség Istene, testben és lélekben hálásak vagyunk, hogy eléd járulhatunk, és megvallhatjuk az igazságtalanság és megosztottság bűneit. Együtt állunk előtted, egy szent családként, amely felekezetenként teremtésed szép sokszínűségében egyedi és különleges. De egyszerre mindnyájan Krisztus egy testének vagyunk tagjai. Áldunk téged, hogy a keresztség élővize lemosta bűneinket, és meggyógyultunk, midőn szeretett közösségünk, és ezáltal Isten nagy családjának tagjai lettünk. Fogadd ezért hálánkat és dicséretünket, Istenünk! Add, hogy belátásra jussunk, és növekedjünk abban a szent bölcsességben, amelyben minden embert részesíteni akarsz. Ezen az úton együtt haladva, nyitott szívvel és befogadó lélekkel várunk arra, hogy megszólíts bennünket, Urunk. Segíts, hogy elfogadjuk az egységet egymással, és emlékeztess arra, hogy a Szentlélek által egybegyűjtve egy család tagjai vagyunk a teremtett világban. Egyesíts bennünket a másik emberért való cselekvésben és az evangélium hirdetésében. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket szent lelked által. Amen. És most közösen imádkozzuk el a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünként az apostoli csallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. És most tisztelettel felkérem Kisfordó Éva református lelkipásztort, tartsa meg ma este ige hirdetését. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszenteltetése. Jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, Istennek szent népe, Istennek igéjét olvasom és hirdetem közöttetek az ő szent lelkét segítségül kérve és várva, úgy, ahogyan megvan írva Mikeás próféta könyvében, annak is a 6. részében, a 6. verstől a 8. versig terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk tehát a mi Úrunk Istenünk az ő lelke által, Mikeás próféta könyvének 6. részéből, a 6. verstől. Mivel menjek elejébe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe? Esztendős borjukkal? Kedvét lelé-e az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsőszülöttemet adja mévét kemért, vagy méhem gyümölcsét lelkem bűnéért? Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Amen. Egy kérdéssel kezdődött az ima hét, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet.
És a mai ige is egy kérdéssel kezdődik. Mivel menjek az Úr elé? Mit vigyek neki? Hogyan járulhatok színe elé? Hogyan találhatok kedvet az Úristennél? Hogyan leszek jó gyermeke? Mivel járuljak oda? És az ószövetségi szokásokból merítve jönnek a kérdések. Áldozzak? Olajat? Kost? Mit adjak? Méhem gyümölcsét? Mitől leszek igazán kedves Isten előtt? Mitől válok azzá? Hogyan találok nála kegyelmet? Hogyan tudom élvezni áldásait? Hogyan jutok el a bűnök bocsánatára? Mit tegyek? Mit áldozzak oda? És jön a válasz. Megmondta az Úr, mit kíván. Azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. És már rögtön az elsőnél úgy felkaphatjuk a fejünket, hogy igazságot cselekedni. Keressük az igazságot. Tegnap is szó volt róla, hogy a Szentírás is sokat foglalkozik vele, több százszor előfordul a szó, csak a Bibliában. De foglalkoznak ezzel művész emberek, akiknek alkotásait hallhatjuk. Hol az igazság? Keresik, kutatják, és mi is vágyjuk. Vágyjuk az igazságot megtudni, akarjuk tudni. Szeretjük az igazság szolgáltatást. Már kicsi korban kialakul ez bennünk, amikor veszekedve oda megyünk szüleinkhez, és várjuk, hogy tegyenek igazságot köztünk. Ő kezdte, nem igaz, te kezdted. Akarjuk az igazságot. De vajon milyen cselekedni az igazságot? Hogyan lehet tenni az igazságot? Milyen az az igazság, amit nekünk tenni kell? Amikor kétségbe esünk, amikor történik valami az életünkben, amit nem értünk, akkor szeretnénk tudni, hogy miért történik, hogy történik, mi az igazság. Miért érdemeltem ezt? Miért kaptam ezt? Miért történt így? Miért történt úgy? Keressük az igazságot. Van egy ismerősöm, aki az édesapját elég korán elveszítette. Autóbalesetben halt meg az édesapa. Egy megszokott útvonalon, sokadjára ment már, egyenes útszakaszon, és valami történt, nem tudni, hogy mi, fának csapódott, és ott szörnyet halt. Megtörtént a helyszínelés, sok-sok évvel ezelőtt volt már, ez nem voltak még minden sarkon térfigyelő kamerák, nem tudni, mi történt. Tisztázatlan körülmények. Mai napig, már évtizedek teltek el azóta, de mai napig zaklatja őket a kérdés, hogy mi is volt ott az igazság. Gyorsan hajtott, elaludt, rosszul lett, leszorították. Mi történhetett? Igen, az igazság hiánya felzaklat bennünket. Akarjuk tudni. De akarjuk-e tudni, hogy mi az isteni igazság? Akarjuk-e valóban tudni, hogy milyen az az isteni igazság, amit nekünk meg kell tennünk? Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus maga az igazság. Ő maga az, aki megtestesíti az Isten igazságát. Ő az, aki megmutatja, hogyan kell érvényesíteni az Isten igazságát. Milyen az? És ha megfigyeljük Jézus életét, akkor fogjuk tudni mi is megcselekedni az igazságot. Amikor Debrecenbe kerültem a teológiára, akkor találkoztam egy ilyen karkötővel, amit több teológus is hordott, viselt.
Az én kis falumban ilyenek nem voltak elérhetőek, sejtelmem se volt, hogy miért hordják, mi van azon. 4 betű volt rajta, 2 W, 1 J és 1 D betű. Meg halacska. A halacskával tisztában voltam, hogy keresztény szimbólum, de a betűknek a jelentése rejtett volt előttem. És én az a fajta vagyok, aki ritkán kérdez, ha valamit nem ért, inkább utána jár, vagy kivárja az időt, amikor világossá válik minden. Nem kérdeztem meg, de egy alkalommal a könyvesboltban nézelődtem, és találtam egy könyvet. Az ő nyomdokain. Vagyis, mit tenne Jézus? És a könyv hátlapjára rá volt írva, hogy a mozgalom, ami a karkötőhöz kapcsolódik, ennek a könyvnek a nyomán indult el. Meg is vettem, el is olvastam. A karkötő betűi angolul történő rövidítések voltak, What would Jesus do? Mit tenne Jézus? A könyvben szereplők pedig megfogadták, hogy életük döntéseiben, kicsi és nagy döntésekben is egyaránt mindig felteszik majd a kérdést, hogy vajon mit tenne Jézus ebben az élethelyzetben? És aszerint fognak cselekedni. Na, így képzelem én el az igazság cselekvését. Úgy teszek, ahogyan Jézus tenne. Azt teszem, amit ő tenne a helyemben. Akkor ott. És igen, életünknek vannak nagyon nehéz szituációi. Vannak alkalmak, helyzetek, amikor megbántanak, megsértenek bennünket. Amikor ökölbe szorul a kezünk. Amikor szívünk szerint visszaszólnánk. Amikor úgy érezzük, hogy annyira feszít, hogy ha hallgatok, szétrobbanok. És akkor is megmondom a magamét. És ilyenkor eszünkbe juthat, hogy vajon Jézus mit tenne? Vajon Jézus is ezt tenné? És eszünkbe juthat, ha ismerjük az ő életét, hogy ő nem tette. Hagyta. Hagyta, hogy ártatlanul keresztre feszítsék. Hagyta, hogy megkorbácsolják. Hagyta, hogy csúfolják. Kinevessék. Hagyta, mint a bárány, mint akit vágóhídra visznek, némán, elszenvedve, eltűrve mindezt. Pedig hatalma volt. Könnyedén elsöpörhette volna az egész tömeget. Isteni erővel bírt. Bosszút állhatott volna akkor ott a kereszt tövében. És mégsem tette. Hanem mit tesz? Imádkozik értük. Nagyon nehéz az igazságot cselekedni. Nagyon nehéz a krisztusi utat járni. Nagyon nehéz mindazt, amit ő tett, követni. De ő példaként adatott nekünk, hogy az ő útjain, az ő nyomdokain járjunk. És igen, megtanuljuk, hogy imádkozok azokért, akik engem bántanak. Hogy a bosszúállás nem az enyém, nem az én dolgom. Pedig hányszor vágyunk rá? Hányszor fenyegetőzünk, jössz te még az én utcámba? Nem baj, Isten nem siet, nem késik, odaér. Pedig nem a mi dolgunk. Meg kell tanuljuk ezt a rövidke kérdést. Mit tenne Jézus az én helyemben? Hogyan viselkedne, mit mondana? Szólna-e egyáltalán, vagy csendben tűrne, alázattal hallgatna? Sok-sok olyan helyzet van az életünkben, amikor tudjuk, mi a helyes. Tudjuk, hogy mit kell tenni, és mégis olyan nehezen megy. Mert tudunk beszélni a szeretetről. Manapság a csapból is az folyik, hogy mennyire szükségünk van a szeretetre. Hogy a szeretet gyógyító erő. Hogy a szeretet orvosság, és ha nem hat, akkor duplázni kell az adagot. Hogy a szeretet elfedezi a bűnöket, megbocsátja a hibákat.
A szeretet kell, szükséges. Mindannyian vágyjuk, de olyan nehéz megtenni. Olyan nehéz tényleg szeretni. Őszintén, tiszta szívből, érdek nélkül, számítás nélkül igazán szeretni. És Jézus ebben is példát adott nekünk. Azt mondja Augustinus, Szent Ágoston, hogy Krisztus nem a szegek tartották a kereszten, hanem a szeretet. Az irántunk érzett szeretete tartotta őt ott. Az, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy életét adta értünk. Azokért, akik éppen ott a kereszt övében is káromolták, csúfolkodtak rajta. Azokért is, akik feszítsd meget kiabáltak. Azokat is szerette. És ezt hagyta ránk is. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. De ne csak mondjátok, tegyétek. Legyetek egymással irgalmasak, megbocsátóak. Én megbocsátok ti néktek, de ti is bocsássatok meg egymásnak. Milyen nehéz. Milyen nehéz kegyelmesnek lenni. Milyen nehéz kitárni a szívünket és azt mondani, nem haragszom, elengedem vétkedet. Pedig Jézus ezt tette. Az Isten igazsága sokszor emberileg nem érthető. Nem értjük, hogy miért teszi. Mint ahogy tegnap hallottuk a házasságtörő asszony példájánál, hogy Jézus nem dobálja meg kővel. Nyilvánvaló a bűne, tetten érték. És mégis azt mondja, hogy az dobja rá az első követ, aki még nem vétkezett. És az asszony szabadon távozhat. De ott van a tékozló fiú. A tékozló fiú, aki kikéri az örökségét, pimasz, szemtelen módon, kikéri az örökségét még akkor, mikor az apja él, elherdálja, majd hazakullog. És mit csinál az apa? Fut elébe, rohan, nem haragszik, nem megbünteti, szalad elé. Felfoghatatlan. A bűnös nő, akine hagyja Jézus, hogy megkenje a lábát. A többiek csodálkoznak, hogy hát miért engedi, hogy hozzáérjen? Hát ha próféta lenne, ha valóban az lenne, akinek mondja magát, hát azt se engedné, hogy hozzáérjen. És ő hagyja, és megbocsátja vétkeit. És olykor nem csak, hogy érthetetlen ez a kegyelem, de néha még bosszantó is. Mint a szőlőmunkások példázatában, amikor aki reggeltől dolgozik, ugyanannyi bért kap, mint aki este kezd a munkához. Milyen igazság ez? Isteni. Emberileg fel nem foghatatlan, meg nem érthetetlen, de mégis követendő igazság. Mert ez az Isten igazsága, és ezt kell nekünk cselekedni. És ez az igazság, ez szeretetből és kegyelemből fakad. Abból a szeretetből, amellyel Isten szeret bennünket. Sokan ismerjük az igét, tudjuk kívülről, hogy hogy szeretett ő bennünket, hogy egyszülött fiát értünk adta. Ebből a szeretetből kell fakadjon az igazság, amelyet minden nap megteszünk. Mert keresztényként ez a dolgunk, felekezettől függetlenül. Követni Krisztust, az ő nyomdokain járni. Szeretve élni. Még egyszer Szent Ágostontól, Augustinustól szeretnék idézni egy kedves gondolatot, számomra kedves. Azt mondja, igen rövid parancsot kaptál. Szeress, és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgass. Ha kiáltasz, szeretetből kiálts. Ha korholsz, szeretetből korholj. Ha kímélsz valakit, szeretetből kíméld. A szeretet gyökere legyen meg benned, és ebből a gyökérből csak a jó fakad. Hát fakadjon belőlünk minél több jó. A próféta így szólt.
Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, s mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél. Szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Legyen így. Hallottuk, tudjuk, most már ideje megtenni is. Cselekedjünk. Amen. Kedves testvérek, azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk az egységért a keresztények között, és a megbékélésért a világban. Hittel és bizalommal járuljunk az Atya, Fiú, Szentlélek Istenhez imádságban. A Hallgass meg, Urunk, előfohászra, a gyülekezet válasza, kérünk téged, hallgass meg minket, könyörögjünk. Könyörülő Istenünk, segíts, hogy jóvá tegyük a károkat, amelyeket másoknak okoztunk, a megosztottságot, amely miattunk jött létre. Urunk, te kiárasztottad tanítványaidra a Szent Lelket, hogy megszülessen az új teremtés közössége. Így áraszt ki reánk is kegyelmedet, hogy gyógyuljon megosztottságunk, és ajándékozz meg azzal az egységgel, amelyért Jézus imádkozott. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Teremtő Istenünk, ma együtt kell élnünk sok olyan cselekedet következményével, amely elviselhetetlen életet okozott egyesek, és túlzott bőséget mások számára. Taníts minket arra, hogy a teremtést tisztelve okosan használjuk a tőled kapottakat mindannyiunk javára. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Úr Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet. Földi szolgálatodban az igazság öltött testet a jóban, amit cselekedtél. Lerontottad a megosztottság falait és az előítéletek béklyóit. Nyisd meg szívünket, lelkünket, hogy felismerjük, hogy bár sokan és sokfélék vagyunk, benned mégis egyek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szentlélek Isten, általad mindannyian kapcsolatban lehetünk egymással és veled. Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk. Kérünk, adj világosságot! Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szent Háromság, egy örök Isten! Tekints mindazokra, akik most előtted szent közösségben összegyűltek. Küldj el bennünket arra a szolgálatra, amelyet nekünk szánsz. Szent lelkeddel biztass bennünket, hogy továbbra is elmondjuk az örömhírt, hogy jót tegyünk, és teremtett világod javáért törekedjünk az igazságra. Támogass bennünket az egység megélésében, hogy a világ elhiggye, a mi Urunk Jézus Krisztus azért jött, hogy a világnak élete legyen. Amen. Most pedig együtt közösen imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a holnapi napon is szeretettel várjuk a testvéreket az ökumenikus imahetünk következő alkalmára, amely szintén 17 órakor kezdődik a belvárosi református nagytemplomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
Szeretettel kérem, hogy az énekeslapokat majd az alkalom végén, a kijáratnál tegyük le, hogy a holnapi és későbbi napokon is együtt tudjuk majd használni őket. Most pedig záró énekünket énekeljük, helyünket elfoglalva. A záró énekünk a 342-es számú ének mindhárom verse. A 342-es számú ének így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Fennállva fogadjuk az áldást. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk. Áldás, békesség.